Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. A mai napon a Magyar Szocialista Párt elnökeként találkozásom volt, találkozón vettem részt Bogdán Aurescu külügyminiszter úrral, román külügyminiszter úrral, aki magyarországi látogatásán fontosnak tartotta, hogy megismerhesse ne csak a kormány, hanem az ellenzék álláspontját is Magyarország külpolitikai irányáról és belső társadalmi folyamatairól. A Magyar Szocialista Párt számára kiemelt fontosságú az euróatlanti elkötelezettség, jó szomszédi viszony, szomszédságpolitikában, és fontos a határon túlélő kisebbségekkel való törődés. És mi úgy ítéljük meg, hogy jelen pillanatban a magyar kormány alul teljesít ebben a tekintetben. Ezt most önöknek nem szeretném hosszan taglalni, mind az elmúlt napok, mind pedig az elmúlt hónapok, sőt, 2010 óta a jószomszédsági politika jegyében nincsenek közös kormányülések a román kormánnyal, valamint 2009 óta nem fogadott el a Kisebbségi Vegyes Bizottság egyetlen egy jegyzőkönyvet sem. Függőben vannak olyan valós társadalmi problémák, amelyek érintik a határainkon túlélő magyar kisebbség, akár pedig az Magyarországon lévő román kisebbség helyzetét, amelyeket meggyőződésem szerint nem üzengetéssel, nem ultimátumokkal, hanem párbeszéddel, intézményesített keretek között lévő vitákkal és konszenzusok megkeresésével lehet elérni. Sok probléma és a sok feszültség mellett is a mi problémánk, a mi megoldásunkra vár, de egyetértettünk abban külügyminiszter úrral, hogy a jövőt, Európa jövőjét mind Románia, mind Magyarország képes közösen alakítani, amelyhez párbeszédre és együttműködésre van szükség. Köszönöm szépen! Îi mulțumesc domnului președinte pentru primire Köszönöm astăzi. Am considerat că este deosebit de important ca în cadrul acestei vizite să am întrevederi și cu reprezentanții opoziției democratice, evident, în primul rând cu Partidul Socialist. Úgy ítéltem meg, hogy a látogatás folyamán nagyon fontos, hogy a demokratikus ellenzék képviselőivel is találkozzam. Kiemelten ugye a Magyar Szocialista Párt. I-am prezentat domnului președinte rezultatele consultărilor care s-au desfășurat până acum la Ministerul Afacerilor Externe. Bemutattam a ma lezajlott egyeztetéseket a külügyminisztériumban. Și am dorit de asemenea să aflu care este perspectiva domniei sale asupra principalelor linii de politică externă pe care le-am discutat în cadrul consultărilor. És kíváncsi voltam arra, hogy elnök úrnak mi a véleménye azoknak a külpolitikai irányokkal kapcsolatban, amelyekről ma tárgyalást folytattam. Iarăși, cred că este important de subliniat faptul că, având în vedere că protocolul privind Comitetul pe problemele minorităților naționale s-a aflat pe agenda discuțiilor de astăzi, e important de precizat faptul că ultima oară acest instrument a fost semnat în 2009, fontos, în timpul guvernării socialiste. Hogy a mai napi rendi ponton szerepelt a kisebbségügyi szakbizottság jegyzőkönyvének aláírása. Utoljára ilyen jegyzőkönyvet 2009-ben írtunk alá, és 2011 óta a következőt még nem. Din perspectiva României, relația cu Ungaria este o relație de parteneriat strategic. A mi szempontunkból Magyarországgal való kapcsolatunk egy stratégiai partnerségi kapcsolatnak van tekintve. Cele două țări având interese comune și obiective comune în interiorul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Hiszen mindkét országnak közös érdekei vannak, és közös céljaik az Európai Unión és a NATO-n belül. Și nu pot să fiu decât de acord cu ideea că dialogul și abordarea consensuală în toate aspectele care țin de relațiile noastre bilaterale, sunt de natură să aducă beneficii față de orice fel de alt tip de abordare. És csak egyetérteni tudok azzal, hogy csak a párbeszéd és a
a konszenzusos megegyezés hozhat eredményt az együttműködésünkben. Inclusiv atunci când vorbim despre problematica minorității maghiare din România sau a minorității române din Ungaria. Beleértve ebbe azt is, mikor a romániai magyar kisebbséget vagy a magyarországi román kisebbség kérdéseit tárgyaljuk. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru primire și pentru ideile și viziunea pe care ați expus-o. Még egyszer köszönöm önnek, elnök úr, hogy fogadott, és hogy felvázolta az elképzeléseit a felvetett témákkal kapcsolatban.